Vajna Miklós vagyok, mint ahogy mondta, a Kelemen Gábor LibreOffice fejlesztéssel foglalkozom, de most nem nagyon szeretnék erről sokat beszélni, inkább arról, hogy hát talán egy másfél éve elkezdtem egy kicsit bütykölni ilyen családszás, ábrázolós témában, és az ezzel kapcsolatos élményeimet szeretném megosztani veletek. Az eszköz, amit csináltam, az a Get2Dot névre hallgat. Ez a Get.com formátumból, ami egy szabványos családfa leíró formátum, tud grafízes gráfot gyártani, amit utána szépen meg lehet jeleníteni. Na de akkor ez pontosan hogyan is kezdődik. Úgy kezdődött, hogy egyik kicsit távolabbi rokonom már kezdett nagy erőforrásokkal családfát csinálni, és annyi adatot összegyűjtött, hogy már az engem érdeklő részletei is annak a bizonyos családfának már is már egész sok adatot tartalmaztak, úgyhogy megvolt a kezdő motiváció ahhoz, hogy én is elkezdjem a családfának azon a részeit is feltérképezni, ami az ő számára már annyira nem volt érdekes. És így aztán elkértem tőle ebbe a bizonyos Get.com formátumba ezt a családfát. Ez egy borzasztóan régi szabvány, még bőven az előtt készült, mielőtt XMR-n, vagy ilyesmi dolgokat ismertünk, de egy aránylag egyszerű formátum, majd mindjárt beszélek az adatmodelljéről. Az volt a lényeg, hogy egy olyan formátumban kaptam, amihez volt dokumentáció, hogy ez pontosan hogy néz ki, hogy van leírva benne, és elkezdtem saját részletekkel kiegészíteni. A problémám, ami miatt az egészen az adatgyűjtés után szoftverfejlesztésbe is kezdtem, az az, hogy borzasztó bénának tartottam az elérhető vizualizációs szoftvereket, vagy hát ezeket a lehetőségeket, amiket mint user találtam. És először én csak azt hittem, hogy csak fizetős szolgáltatásként van jó elérhető, és akkor ugye csináljunk ebből is szabad szoftvert, hogy mindenkinek ingyen is jó legyen. De aztán rájöttem, hogy igazából még a fizetős szolgáltatások se felelnek meg az igényeimnek. Úgyhogy kipécéztem azt ez egy elég bonyolult probléma, amit mindjárt látni fogjuk, azt a részét, ami személyesen engem érdekelt ebből, és csináltam egy olyan eszközt, ami az én igényeimnek, illetve a hozzám hasonló emberek igényeinek esetleg meg jobban megfelelhet, mint amit el lehet érni, akár fizetősen, akár még úgysem. Tehát csináljunk sajátot. Most itt az, hogy a Get.com fájlokat mi hogyan szerkesszük, erre elég sok eszköz van. Itt van egy SourceForge-os link, lehet nézegetni, hogy csak a SourceForge-on, ahol talán mostanában az már annyira nem is népszerű, most már lehet, hogy GitHub-on kéne keresni, tök mindegy. Ez a lényeg, hogy vannak jó szabad szoftveres megoldások is, vannak szabad szoftveres webes megoldások is, normál offline használható dolgok is, van ilyen freeware-ként használható, tehát ami beregisztrálsz és akkor online összerakod. Most ezzel én nem szeretnék foglalkozni, tételezzük fel, hogy megvan Get.com formátumban a kezdes családfát. Talán aki sose foglalkozott ilyen családfás témával, annak érdekes lehet, hogy szerencsére ez a Get.com nagyjából egyeduralkodó, ez a közös nevező az összes családfás szoftver között, úgyhogy itt nincs az, mint mondjuk a irodai szoftvercsomagoknál, hogy ugye ott vannak a Microsoftos formátumok, meg vannak ilyen szabad alternatívák, amiket többé-kevésbé használnak, itt a Get.com az egy elég egyeduralkodó dolog. Úgyhogy tegyük fel, hogy ez megvan, és akkor ezt szeretném megjeleníteni. De most, akkor most pontosan mit akarunk megjeleníteni? Azt szeretnénk, hogy a Get.com van abban nekünk, ugye, tehát egy családfát szeretnénk megjeleníteni, de hogy akkor most azon a családfában pontosan mi van, ezek a dolgok hogyan viszonyulnak egymáshoz. Tehát a Get.com azt mondja, hogy a család az egy nagyon szűken értelmezett dolog, családban van egy férfi nő, meg ugye vannak gyerekek, és akkor ennyi a család. Tehát az emberiségnek a nagy része az beleszületett egy családba, meg aztán lesz egy saját családja is, és ez már két külön család, tehát azért mondom, hogy szúkján értelmezi a dolgot. Innentől kezdve vannak egyének, meg ezek az egyének beletartozhatnak a családba, legtöbbször két családba tartoznak,
És ezen tartalmazási hierarchia mellett gyakorlatilag ezt egy gráfval szépen le lehet írni, az egyes pontok azok az egyének, és az élet az pedig az, hogy melyik családba tartoznak bele az emberek. Most ezt így kirajzoljuk, már egészen egy családfát kapunk. Persze nem teljesen úgy, tehát egy grafizm mondjuk alapból egy ilyen gráfot, azt nem egészen úgy rajzolnak ki, mint ahogy mi ezt megszoktuk, hogy egy családfa hogyan szokott kirezni, de nagyjából matematikailag a probléma az eléggé közel áll ehhez. Ugye nekem elsősorban az volt a problémám, mind a fizetős, mind a szabad szoftveresen elérhető megoldásokkal, hogy egy egyénnek vagy a felmenőit, vagy leszármazottait tudta megjeleníteni, és szoros értelemben véve igazából erről is szól ez a családfa dolog, tehát ezt szokták, de hogyha a néven elkezdünk kukacoskodni, hogy egy családfa, az egy családnak kéne valamiért mutatnia, tehát mondjuk egy családban mondjuk egy férfi nőnek mondjuk a felmenőit, vagy pedig mondjuk egy szűk értelemben vett családnak az összes leszármazottját, akkor ez már olyan bonyolult probléma, amit nem tudunk könnyen megjeleníteni. Például a korábban B-Slide-on emlegetett Graph szoftverrel, ami egyébként talán az egyik legjobb ilyen szabad szoftveres megoldás. Vagy egy másik példát mondjak, tehát tegyük fel, mondjuk egy házaspárnak szeretnénk a fölmenőit megjeleníteni. Az Ancestry.com-on fizetős szolgáltatásként ezt négy generációig meg tudja mutatni, úgyhogy már a felmenőknek semmilyen testvérét meg semmit nem mutat, de az is, tehát ez a maximum négy generáció, amit le tud kezelni. Most, hogyha valakinek, mint amely két hét szabadságot kivesz nyerni, és nem tudom, hová utazik, hanem ilyenekkel üti el az idejét, akkor elég gyorsan össze lehet gyűjteni annyi adatot, hogy ez már akkor, ez már gyakorlatilag egy csomó időt beleöltem, hogy összegyűjtjek csak adatokat, és utána nem tudom őket rendesen megjeleníteni, és ez borzasztóan basszantó. Tehát, nagyjából így néz ki egy ilyen grafiszben leképezett családfagráf. Igazából a grafisztetnek egy kicsit segíteni kell, hogy a nagyjából ennek a lejöjjük, ez a megjelenítése, ez körülbelül úgy nézzen ki, mint ahogy mi egy családfát elképzelünk egyébként valahol. Igen, ez látszik. Szuper látszik. Szóval nagyjából itt van a középső házaspár, ezen a családfán, és innentől kezdve ez a rész, ez lesz a férfinek a felmenője, ez meg mondjuk ez pedig a nőnek a felmenője. Mindjárt nézzük majd, azért itt is vannak azért limitációk, de alapvetően a felmenők testvére és a többi ezeket szépen még meg tudja jeleníteni. Ott kezd elbonyolódni a dolog, amikor mondjuk már ilyen másodfokú unokatestvéreket kezdenénk el megjeleníteni, akkor az a problém, tehát belefutunk abba, hogy a gráf az nem lesz síkba rajzolható, és akkor ezt pontosan hogy csináljuk. Itt ennél a gettudottan egy csomó paramétert lehet állítani, hogy hány generációt szeretnénk fölfele, lefele mutatni, stb. És aztán eldönthetjük, hogy hát valamilyen kompromisszum általában kell, hogyha tehát általános esetre ez sem nyújt megoldást, de belnézhetjük, hogy mik azok a részletek, amiket minket érdekel, és akkor úgy valamit láthatunk. Most például, amit itt láthatunk a szlájdon, azon kívül, hogy nem tudom, talán elég nagyok, hogy látszódjon, hogy a Dagobert kacsákkal van behelyettesítve azok a fotók, amiket ugye a név alapján fel tudna szedni egyébként ez a grafisz generátor. A Getcom-ban önmagában nem lehet fotókat tenni, csak ilyen szöveges adatokat, de mondjuk, hogyha a születési évszámmal és teljes polgári névvel azonosítjuk az embereket, az elég egyedi tud lenni. Tehát mondjuk egy adott ember saját családfájában elég ritka, hogy ugyanabban az évben két Kovács István szülessen. Úgyhogy így fel tudja szedni a képeket is, akkor ugye azért mégis sokkal személyre szabottam. Tehát valahogy így néz ki ez a dolog. És miután én ezt megcsináltam, elküldtem ezt az egészet ennek a bizonyos kedves rokonomnak, aki elkezdte az eredeti adatgyűjtést csinálni, és hát magyaráztam neki, hogy ez egy borzasztó jó Python script, kint van GitHub-on, leklónozod, futtatod, és milyen szuper lesz.
és akkor kérdezte, hogy én most hányat káromkodtam, hogy hova kell kattintani, meg ilyenek. Ideig fogtam a fejemet, hogy na én ilyen grafikus felhasználói fölött írásba tudja, hogy nem fogok belekezdeni. Aztán rájöttem, hogy végül is úgy meg lehetne csinálni a dolgot, és hogy még nekem is van hozzá kedvem. Tehát gyakorlatilag ehhez a GetToDoc toolhoz csináltam egy frontendet, aminek az a, ami úgy érhető el, hogy a LibreOffice-nak a ilyen extension katalógusa vagy extension szájtján, hogyha a GetCom-ra rákerestek, akkor ez feltelepíthető, és ezeket a .get fájlokat LibreOffice-ban meg lehet nyitni. A háttérben ugyanúgy leképezi GraphX-re, és csinálóan egy SVG-t, stb. Nem érdekesek most így a részletek, hogyha ez valakit nagyon érdekel. Az a lényeg, hogy a LibreOffice-nek a Draw alkalmazásában a végén a családfa megnyitható, és ugye beszéltem arról, hogy itt több paraméter van. Kezdjük mondjuk azzal, hogy ki legyen az egész megjelenítés középpontjával. Ugye anyukámék nyilván őket magukat akarják középen, mindenki magát akarja ugye a világ középpontjaként, az egyértelmű. De hogy ugye a gép nem biztos, hogy tudja, hogy engem hogy hívnak, stb. Szóval ugyanúgy, ahogy mondjuk a LibreOffice kalba, hogyha egy CSV-fájt megnyitatok, akkor először feljön egy ablak, hogy pontosan hogyan menjen az az importálás, itt is így feljön egy ablak, ilyen 4-5 paramétert be lehet állítani, és utána Draw-ban szépen kirajzolja ezt a családfán. Ha egyébként pontosan nem pontosan úgy jelenítettem meg, ahogy ezt mi szeretnénk, az egy szerkeszthető Draw dokumentum, tehát utána már kézzel is lesz lehet szállni. Hogy állok időben? Jó, nem érdekes. Akkor gyorsan befejezem, mielőtt túl sok lenne. Tehát, mint mondtam, ez kim van a GitHub-on ez a kód. Konzolból is használható akkor egy egyszerű Python script, vagy pedig ez egy ilyen LibreOffice kiterjesztésként érhető el. Köszönöm szépen a figyelmet!